Szeretettel köszöntöm a Magyar Hírlap stúdiójában Kiszeli Zoltánt, a századvég politikai elemzések igazgatóját, akivel a témánk a háború lesz, hiszen igen érdekes fejlemények voltak az utóbbi időben. Egyrészt visszavonulóban vannak az ukránok, másrészt úgymond ellátási problémák vannak, harmadrészt pedig hát Trump nem először belengedte, hogy változtatni kellene a támogatáson mi tulajdon, mi látszik most politikai értelemben, hiszen katonai értelemben elég nehéz e, belemenni a részletekbe, de a politikai az most nagyon e, átalakulóban van. Igen, a, a politika határozza meg azt a keretet, amiben a katonák is gondolkodhatnak. Nyilván ez fordítva is igaz, hogy ami a fronton történik, ahhoz kell a politikusoknak is igazodni. Ami a politikai keretet illeti, Oroszországban március 17-én elnökválasztás lesz, Putyin elnöknek valamilyen sikert, valamilyen eredményt kell felmutatnia, és Avgyívka elfoglalása egy ilyen eredmény lehet. Az orosz hadsereg tavaly Bakmutot foglalta el, 7 hónapos ostrom és nagy emberáldozat árán. Most 4 hónapot ostromolták Avgyívkát, ami egy stratégiai jelentőségű település, és Putyin elnök ezt egy sikerként tudja felmutatni. Ez a háború előtt egy 30 ezres település volt, ami légvonalban 20 kilométernyire van Donetsk megye fővárosától, ami az oroszok kezén van, és Donetsk városának hívják, és az ukránok innen tudták lőni Donetsk városát, az oroszok azzal, hogy ezt a várost elfoglalták, ezt a tüzérségi tüzet szüntették meg ennek a lehetőségét. Tehát ilyen szempontból ez az oroszoknak egy, egy stratégiai eredmény, hát azért is, mert tíz évig az ukránok védték ezt a várost, és most négy hónap alatt a Bakmutihoz képest kisebb, de egyébként jelentős emberveszteséggel elfoglalták. Tehát ez az egyik politikai keret, hogy Putyin elnöknek valamit fel kell mutatni, hogy miért éri meg a háború, illetve hogy az ukránoknak tavaly nem sikerült az ellentámadás, az oroszoknak viszont most sikerült. Ebben még vannak más projektje is az oroszoknak. Annyi látszik egyébként, hogy, hogy, hogy ott Donyászk megyében Marinkát elfoglalták, illetve északabbra is Pobjeda és Kupjánszk felé is támadnak, hogy fenntartsák a lendületet. Illetve Zaporozséban a Bradley térnél, ahol ott füstölöktek az amerikai tankok, meg a leopárdok, ott próbálják visszafoglalni azt a, azt a területet, amit az ukránok 23 nyarán visszafoglaltak. Ezek szimbolikus jelentőségű katonai akciók, hogy az elnök választásra, Putyin elnök valamit a kirakat és hogy miért kérjen további áldozatot az orosz társadalomtól? Hát azért, mert van eredménye. Ha megfordítjuk, Avgyívka kiürítése megint csak politikai szempontból egészen véletlenül egybeesett a Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciával. Tehát Hentes tábornok, aki ez a beceneve az új ukrán vezérkari főnöknek, Szirkin tábornoknak, akit a, a Zelenszki hivatalba helyezett, tehát ő neki ez az első veresége, és nem tudjuk, ezek csak nyilván találgatások, hogy nem azért a Müncheni Konferencia idejére üritették ki ezt a várost, hogy üzennek üzenjenek a nyugattal, és ez már politika, hogy hát, hogyha nem kapunk lőszert, akkor ez lesz, hogy elkezdünk visszavonulni. Tehát ez, ez ez is benne van a paklima. Nem borzalmas, hogy politikai játszmák zajlanak, és közben itt ezrek életéről van szó? Dehogy is nem, hát ugye a háború ezért rossz, ezért fontos, hogy mi hamarabb befejezzék a háborút, tárgyaljanak, és hát sajnos az látszik, hogy nyugaton egy háborús pszichózis alakult ki. Hogy a globalisták már pénzt és jólétet nem tudnak ígérni a nyugat-európai embereknek, azt nem mondhatják, hogy a jólét véget ért, de azt mondják, hogy az oroszok megtámadják a Baltikumot, vagy megtámadják Lengyelországot, és ezért háborúra kell készülni. A német védelmi miniszter arról beszél, hogy öt éven belül háborúra alkalmasnak egy tüstig németül. Tehát a háborúra késznek, alkalmasnak, képesnek kell lennie Németországnak, és most azon vitatkoznak, hogy Svédország és Litvánia után Németországban is visszaállítsák-e a sorkötelezettséget, sor amit pont Merkel kancellár idején szüntettek meg. Tehát pont azért akarják, mert nem találnak katonát, hát nyilván a gender ideológia jegyében nem mennek a katon, nem mennek a férfiak katonának. Ez az egyik, hogy alig van katona, a 203 ezeres létszámú Bundeswehrben alig van 180 ezer katona, rosszul fizetik őket, alul motiváltak, nincs mire büszkének lenni. Tehát egy katonának az is kell, hogy legyen mire büszkének lennie. És hát a második világháborús vállalható részét a történetüknek megtagadták, tehát például azokat a német ejtőernyősöket vagy hegyi vadászokat, sem tisztelhetik, akik nem követtek el háborús bűnöket, és mégis a félvilágot meghódították, nem lehetnek büszkék rájuk. Hát akkor miért menjenek katonának? Tehát azt látjuk, hogy nagyon komoly problémák vannak egész nyugat -elról. az amerikai hadsereg se talál kellő számú alkalmas, újoncot, mert az emberek egyszerűen nem akarnak egy olyan ideológiáért küzdeni, amiben nem hisznek a gender ideológiáért meghalni. Hát a francokat. Ezt látjuk Nyugat-Európában és az USA-ban is, hogy a tehetséges, alkalmas emberek inkább más szakmát választanak, és nem a hadseregben. Hát ez egy komoly probléma. Magyarul nyugaton egy háborús pszichózist látunk, a harmadik világháborúra készítik fel az embereket, itt jön be a képbe Trump, trump jogatnak, riogatnak, hogyha Trumpot megválasztanák, és az USA nem biztos, hogy teljesíti a nato belüli biztonságot, garanciákat Európa, Európa, iránt, vagy Európa felé, akkor Európának kell felkészülni arra, hogy saját magát akár az USA nélkül megvédje, és itt jönnek azok a borzalmas német politikusi ötletek, hogy atomfegyvert kéne szerezni az Uniónak, tehát ki kéne fejleszteni egy olyan uniós atomfegyver arzenát, ami jobb, mint a francia. A franciáknak van néhány tucat rakétájuk, tehát igazából nem komoly. Tudnak kárt okozni, de mondjuk Oroszország és az USA, most már kínai sokkal komolyabb potenciálra. Angoloknak is alig van pár tucat Rakétája. Tehát ilyen szempontból a uniós atomfegyvert akarnak, uniós hadsereget, és az európai választás után egy uniós minisztert, aki ezeket az uniós hadseregfejlesztéseket, fegyverkezést összehangol. Tehát egy háborús pszichózis látunk Nyugat-Európában, és megint csak Magyarország az a józan hang, amely azt mondja, hogy nem harmadik világháborúra kell készülni, hanem diplomáciai tárgyalásokra, hogy üljenek le az asztalhoz, és beszéljék meg, hogy hogyan tudnak együtt élni a 21. században. Amennyiben most már azt is láttuk, ugye, hogy felmerült az Egyesült Államokban, hogy mégsem Biden lenne a, az elnök jelölt a demokraták részéről, pontosan a fizikai és szellemi állapota miatt. Mennyiben változtatna az, hogy Trump vagy a demokraták? Igen, ugye egyre többet hallani arról, hogy Michelle Obama lehet a demokratáknak a Jolly Jokere, akit legkésőbb, az elnök jelölő konvención húzhatnak elő az ingújból vagy a kalapból. Tehát Michelle obama tartják egy olyan politikus nőnek, aki, aki esetleg átvehetné Joe Biden-től a, a stafétabotot elnök jelöltként. Tehát ez is. Például most, amikor Biden elnök New Hampshire-ben volt az előválasztáson, akkor elment a feketékhez, mert ugye a fekete szavazók egy nagyon fontos demokrata csoportot tesznek ki. És akkor kérték, ott volt Biden is, és akkor kérdezték, hogy ki az, aki nem fog Bidenre szavazni, álljon föl. Ez már egy presszió, hogy föl kell állni az asztal mellől, ugye. És az ott lévő fekete fiataloknak a fele fölállt, és akkor megkérdezték az egyik fekete lányt, hogy hát te miért nem szavazol Joe Bidenre. És azt mondta, hogy teljesen kikészült itt a palesztinai helyzet. Tehát magyarul a feketék is átérzik azt, amit a baloldali buborékban, ugye izzel ellenes antiszemita szöveget hallanak, ez megfertőzi a kisebbségeket, és, és úgymond emiatt például Izrael támogatása miatt nem csak a muszlim amerikai szavazók, hanem a feketék és más kisebbségi csoportok egy része sem biztos, hogy a demokratákkal fog szavazni. És Michel Obama talán ezen tudna lefordítani, ha nem is az Izrael politikájukat változtatnák meg, de a kisebbségeket jobban megszólítanak. Tehát erre készülnek, hogyha Trump mégis visszatérne a Fehér Házba nem sikerült jogi eszközökkel elletetleníteni, vagy más módon megállítani, hiszen nagyon félnek attól, hogy trump Trumpot megvásztják. Egy példát hadd mondjak, ugye Trump azt mondta, hogy csak egy napra lesz diktátor, de mondjuk nyilván ez csak egy ilyen túlzó mondás. De mondjuk az már egyáltalán nem mindegy a, a washingtoni mocsár hogy mondjuk az FBI-t megreformálja-e, és például azt a politikai mélyállamot, ami ellene dolgozott. Emlékszünk, hogy az FBI korábbi igazgatója ilyen memória jegyzőkönyveket írt és kiadta utána, és hogy az orosz beavatkozást is, az állítólagos orosz beavatkozást is, ugye, Trump ér az FBI, meg más, a mély államhoz köthető struktúrák kötötték. És például ezeket a struktúrákat Trump most már felszámolná. Tehát nem csak arról van szó, hogy a NATO-ban az amerikai szerepvállalást megkérdőjelezi, hanem arról is szó van, hogy mondjuk ezt az amerikai mély államot, amiből ott több tízezer ember él, meg az a 200 család, aki Amerikát irányítja, hogy ezt esetleg megváltoztassák, ezt nem engedhetik meg. Tehát ezért van az, hogy minden eszközbe vetnek Trump ellen. A... Visszatérve tulajdonképpen az orosz-ukrán háborúhoz, Trump esetleges fellépése mennyire hozna változást? Hát az, hogy a demokrata kormányzat maximálisan támogatta Ukrajnát, a háború folytatását, ez mindenképpen Trump személye egy változást hozna. Tehát ő, ő, egy új kezdet lenne, és, az, és, egy új, újonnan belépő elnökként 25. január 20-án a beiktatási beszédében ő egy új üzenetet küldhet, akár a béketárgyalásokat. Ő mondta, hogy 24 óra alatt békét teremtene. Tehát ez feltétlenül úgy történne, hogy meghúzná a vonalat, hogy egyezzetek meg oroszok, ukránok, hogy e, ami van, az van, és akkor innentől kezdve meg ne egymást. Tehát ez, sokan ezt gondolják, hogy ezt érti ő ez alatt, a státuszkvót. De igazából ugye Trump egy üzletember. Tehát láttuk, hogy négy év alatt, amíg ő volt az elnök, az USA egyetlen háborút sem indított, egy célzott likvidálás volt, az iráni forradalmi gárdának az egyik tábornokát ölték meg egy célzott likvidálással, de, de háború nem volt. Ő, üzletember, ő meg akar egyezni, díleket akar kötni, megüzente az európaiaknak, hogy legalább 2%-ot a GDP-ből költsenek fegyverekre, amerikai fegyverekre. De az a lényeg, hogy vele meg lehet állapodni, és szerintem Putyin is inkább azt várja, hogy az USA tegyen neki egy ajánlatot, hogy az oroszok a jaltai világrendet akarják vissza Hozni, hol az USA és Oroszország a két meghatározó hatalom. Hát a kínaiak is gondolnak erről valamit, ugye ők egy teljesen más mozit néznek, vagy egy teljesen más európai vagy világ világarchitektúrát szeretnének, de az a lényeg, hogy, hogy Putyin szerintem nyitott lenne Trump elnök javaslatára, és hát az orosz társadalom sem akar végtelenségig háborúzni. Ugye Oroszország is egy öregedő társadalom, egy csökkenő lakosság számú társadalom. Oké, hogy az oroszok a csendes mozgósítással meg tudják oldani, hogy nagyjából 2000 dollárt fizetnek a katonák nak havonta, ha meg meghalnak, akkor nagyjából ilyen 65 ezer dollárt a családnak. Tehát ilyen szempontból ez még elég sok pénz ahhoz, nagyjából a nyolcszorosa az orosz átlagkeresetnek, hogy a kisebbségek és a szegények köréből annyi új fiatalt tudjanak toborozni, hogy az ne sértse a Pétervári, meg a Moszkvai, meg a Jekaterinburgi középosztálynak az érdekeit. Tehát még ez megoldható, hogy a, a perifériáról toborozanak. Az ukránoknál az a probléma, ugye, hogy ott meg kezd bedőlni a hadsereg. Tehát ugye a, a, igazából már nem nagyon akarnak jelentkezni a férfiak a frontra, mert hát láttuk, hogy Bakhmutban négy óra volt az átlagos élettartam, a Gyívkában sem volt szerintem több, tehát ilyen szempontból az ukrán férfiak már nem akarnak háborúzni, és ha nem találnak az ukránok katonákat, akkor drónokkal, meg meg, 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 meg meg műholdakkal nem tudják megnyerni a háborút. Tehát igazából Ukrajna az, amelyik most inkább a gyengébb láncem. Az oroszoknak két évük van. Tehát a, a, a nyugat két éven belül megpróbálja helyrehozni ezeket a hibákat. Látjuk, hogy most már bucsúznak el a gender ideológiától, legalábbis ami a hadsereget illeti. A fegyvergyártást fel akarják pörgetni. Két év múlva már teljes, akár három műszakban termelhetnek azok a fegyvergyárak, amelyek most még nincsenek, vagy most kezdik el építeni őket. És hát azt is látjuk, hogy főként a német és az amerikai fegyvergyártást próbálják meg összehangolni. Egy példát hadd mondjak: hogy az összes európai ország, az összes nyugati szövetséges F-35-ös vadászgépeket vesz. Ugye Magyarország ebből kivétel, Horvátország francia gépeket vett, de lényeg az, hogy, hogy mindenki F-35-ös gépeket vesz, a németek is. Emiatt nem lesz német-francia közös vadászgép, vagy csak 20 év múlva, 100 év múlva. És ez azt is jelenti, hogy a németek a Rheinmetall cserében gyárthat 400 darab F-35-ös törzs részt, amivel mondjuk fel tudják futtatni a gyártást, hogy Németor vagy a Patriot rakétákat is elkezdik Németországban gyártani, licencben, de ez is például egy plusz termelési kapacitás, és ugye egyharmad menne Ukrajnába, kétharmad meg a nyugati szövetségesek készleteinek a feltöltése. Tehát ez két év, az oroszoknak két éve van arra, hogy amit két év alatt tudnak vinni, az nagyjából az övék marad, mert két év után a nyugat már annyira felfejlődik katonailag, illetve fegyverek szintjén, hogy onnantól kezdve már az most meglévő és felteltően marad. Orosz mennyiségi fölényt, akkor már tartósan tudják minőségi fölénnyel kompenzálni. Hát nagyjából ez volt a második világháborúban is. Ugyanaz ismétlődik egyébként, csak most a mai kor körülményei között. Na most ez gyakorlatilag az Egyesült Államoknak ugye a legbiztosabb, hiszen addig, amíg a Európa egymást gyilkolja, addig ő tud erősödni. Hogyne? Hát Anthony Blinden, Blinken amerikai külminiszterel is mondta, hogy amit az amerikaiak adnak a, az ukránoknak, abból 90% visszamegy. Most már hozzátehetjük, hogy miután az amerikai befektetési alapok bevásárolták magukat a, a, legnagyobb európai, főként német fegyvergyártó cégekben, így most már amit az Unió ad Ukrajnának, annak is egy nagyobb részét, ha még nem is 90%-a, vissza fog menni a tengeren túl. A legjobb beruházás a fegyvergyártás, mondhatnánk, hanem a békében hinnénk, és abban, hogy mondjuk abban a gyárban nem csak drónokat lehetne gyártani, hanem más békés célú eszközöket is. Tehát azt látjuk, igen, Amerika ezzel jól jár, hiszen ők a 21. századot akarják megnyerni. Én szerintem nyerésre is állnak ebben. Európával szemben, mert de nem csak egyébként Európa. Kínával szemben nem látszik, hogy Európa. nyerésre Megvan az amerikai stratégia egyébként. Tehát Kínával szemben is, hát például nem véletlenül akarják kiszorítani Kínát az 5G hálózatból. Ez Donald Trump elnök a Clean Network kezdeményezéssel már elkezdte, és hát most a, a, a TikTokot be akarják tiltani. Láttuk, hogy most már az Unió is elkezdett ellen vizsgálatot, a temút a Seint, tehát azokat a kínai digitális alkalmazásokat, amelyek mondjuk a fiatalokat a kínai vásárlás felé terlik, ezeket pár éven belül be akarják tiltani. A TikTok betiltása Montana amerikai szövetségi államban jelenleg egy próbaper mentén zajlik, tehát ha ez a próbaper Amerikában eredményes lesz a TikTokkal szemben, onnantól kezdve dominóként egy-két éven belül szerintem Európában is betiltják. Hát Brüsszelben már az állami telefonokon, számítógépeken nem fut Kínai programok, és hát Kínában is igaz ez egyébként. Tehát a kínaiak is lecserélték az amerikai, meg nyugati számítógépeiket kínai gyártmányúra, illetve az operációs rendszerként. Ez a kettévállás, ez sajnos már zajlik, és egyre jobban felgyorsul. De azt látjuk, hogy Amerika ebből profitál, ők a 21. századot akarják megnyerni Európa rovására, nyilván Kína rovására, és hát látjuk, hogy a harmadik nagy konfliktus konfliktusgóc is kezd begyulladni, ami Amerikának egy óriási előnyt jelent, ez a bizonyos jemeni konfliktus és a vörös tengerem, és hát ha hozzátesszük magát iránt a Hormusi szorost, a világ energia szükségletének nagyjából 40%-a ezeken a, 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 szorosokon megy keresztül, akár a szuhazi csatornára, akár a hormuszi szorosra, ha gondolunk, és ha a foszilis energia nem jut ki a világtengerekre, vagy nem jut ki Kínába, mert Irán is egy konfliktusba keveredik, mondjuk a Hormusi szoros, akkor az azt jelenti, hogy Amerikának van foszilis energiája, a pala, palagáza, pala és azok az országok, amelyek nem rendelkeznek, vagy megújuló, vagy atomenergiával, az bizony, nem fognak tudni olyan mennyiségű energiát felhasználni, nem csak az akkumulátor kell gondolni, vagy a hőszivattyúkra, elektromos autózásra, hanem ami a legfontosabb a XXI. században, az a digitális információ feldolgozása. Az USA ebben vezet, nekik van energiájuk, két óceán védi őket, egy egymilliós hadsereg, tehát Amerika köszöni szépen jó van, a többi versenyzőt meg megpróbálják egymás ellen fordítani, ahogy ezt tették az angolok 300 éven keresztül, csak amit az 1920-as évek az USA átvette Angliától a világ vezető hatalmi szerepét, azóta ők fordítják a kisebb hatalmakat egymással szembe. Ebben e, milyen szerepe van egyáltalán Európának? Hiszen e, ugye most beszéltünk arról, hogy próbálja Európa a fegyver készletét felújítani, maga elkészíteni, de mégis csak a gyakorlatilag a kis testvért játsza, miközben ugye népesség számban még mindig Európa meghaladja az Egyesült Államokat. Igen, ugye mindig azt az egy mondatot szoktam mondani, hogy ahogy harmadik György angol király kipréselte a gyarmatokat a 7 éves háború alatt, hogy meg tudja tartani Nagy-Britannia vezető szerepét, most az amerikaiak, a volt gyarmatok préselnek ki minket európaiakat, hogy ők meg tudják tartani a saját vezető szerepüket. Hát igazából Európa egy beosztott szerep, ugye nyilván ilyen politikusokkal, ilyen vízió nélküli politikusokkal, ugye mondják, hogy két politikusnak van víziója, Orbán Viktornak és Emmanuel Macronnak. Ugye nagyon ezért is közeledik a két politikus, ezért érti meg egymást, mert Macron egy európai stratégiai autonómiáról beszél, Orbán Viktor meg egy erős Európáról beszél, ami erős nemzetállamokból áll, gondolatát viszi tovább a magyar miniszterelnök. És hát akkor ez egy jó gondolat volt az Uniónak, a jó évei ez erre a gondolatra épül. Hát a brüsszeli politikusok arra gondolnak, hogy, hogy Ursula von der Leyen látjuk 65 éves, és hát nem nyugdíjba akar menni unokázni, hanem azt mondja, hogy szeretne még 5 évet, vagy még 7 évet csinálni, aztán utána majd elmegy egy felügyelőbizottságba a havi 50 ezer euróért. Tehát azt látjuk, hogy ezek a politikusok a következő pozíciójukra gyúrnak, látjuk az észminiszterelnök asszonyt, Kaja Kalaszt, aki azt mondja, hogy az uniós tagországok gdp üknek 0,25%-át adják oda Ukrajnának, mert akkor Ukrajna víz fölött marad, vagy azt is mondja, hogy a Covid hitelekhez hasonlóan vegyünk föl több száz milliárd eurós közös hitelt, hogy ebből pörgessük fel a fegyvergyártást. És akkor ugye, ha meg kiesik a pozícióból, akkor már is ugye nő is NATO akart lenni, csak megüzenték neki, hogy nem ő lesz. Tehát azt látjuk, hogy ezekkel a politikusokkal Európa nem rúg labdába. Ráadásul látjuk, hogy ideológia vezérelt politika van, egy mézöld ideológia, lekapcsolni az atomerőműveket akkor, amikor még nincs ugyanannyi mennyiségű alternatív energia, az egy butaság, vagy több is annál. Tehát azt látjuk, hogy Európa igazából a veszélyben menetel. Hát a kérdés az volt, hogy most Oroszországgal együttműködünk, ezt akarták a németek, hogy a vezeték felrobbantása után ez már nem lehetséges, hogy veszünk olcsó orosz energiát, azért az oroszok ERO-t kapnak, amiből német, francia technológiát, orosz gázt veszünk, amiért az oroszok ERO-t kapnak, és az ERO-t Európában vásárolják le. Most Amerikától vesz a Európa LNG-t dollárért, és a dollárt meg Amerikában vásárolja le fegyverekre. Mindenki jól jár, kivéve az európaiakat. amikor az oroszoktól vettünk olcsó gázt, akkor mi is jól jártunk, mert a nyugat-európai jóléti modell erre épült. Most, hogy valakik felrobbantották nem véletlenül ezt a vezetéket, Oroszországgal nincs együttműködés, és most készítik elő a Kínáról való leválást. Tehát pont tavaly decemberben hozta ki a Kili Német Gazdaság Intézet, hogy egy egyszeri 5%-os GDP csökkenés lenne, utána a többit már elbírják, mert csak másfél százalék. Tehát, és idén lesz az első olyan év, mondjuk 20 év óta, amikor várhatóan, tehát 24-es év végére várhatóan az USA nagyobb kereskedelmi partner lesz Németországnak, mint Kína. Ez 20 éve nem volt. Tehát azt látjuk, hogy mesterséges eszközökkel, például a Huawei kiszorításával, a TikTok várható betiltásával, vagy a kínai beruházások korlátozásával, vagy az Európából induló kínai beruházások korlátozásával, elérik azt, hogy Kína és Európa is ketté válik, és akkor nem a kínaiak piaca leszünk, hanem az amerikaiak piaca leszünk, és de a pénzünk nem a kínaiakat gazdagítja, hanem az amerikaiakat. És úgy néz ki, hogy ez a brüsszeli elit, főként a német és a brüsszeli elit jobban fél az amerikaiaktól, mint az oroszoktól és a kínaiaktól, nagyobb perspektívát látott, ezért ők már eldöntötték, hogy Európa nem Oroszországgal és Kínával fog gazdaságilag együttműködni, hanem Amerikával, ennek minden következményével együtt. Magyarország ebben szintén alternatívát kínál, ezért is támadnak ennyit. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ezt a témát még hosszan lehetne folytatni, és is, úgyhogy várjuk szeretettel vissza majd. Köszönöm a meghívást!